Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 23-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen látható a hold. A holdnak több jelentése is van. Utalhat az anyukájára, vagy az anyai érzelmekre, amit ő keres a párkapcsolatban. Amit még a hold jelent, ezek az álmok, a vágyak, a remények, és ennek ő tudatában van, hiszen itt a gondolatairól van szó. Az is előfordulhat, hogy szeretne családot alapítani, és az a kívánsága, hogy legyen egy közös kisbaba. És most megtekintjük a második kártyát, ahol az ő érzelmeiről van szó. Mint ahogy mindig említem, a kártyáknak több jelentése is van. Ez a kép utal a világra. Ez lehet egy utazás, külföldi kapcsolatok, lehet internet is. De ahogy a képen látjuk ezt a hölgyet, mutatja az ő kisugárzását, az energiamezőt, és megvan köztetek ez a vonzó erő. Amit még ez a kártya jelent, a négy irányt, északot, délt, keletet, nyugatot, és a négy évszakot, tavaszt, nyarat, őszt és telet, és a négy évszak az egy év. Ő úgy érzi, hogy egy éven belül rendeződnek a dolgok. Az nem azt jelenti, hogy egy évig várnot kell rá, hanem ezen az időszakon belül szeretne valamit kialakítani. És a hold arra utal, hogy ez a kívánsága, ez a vágya, ez az, amiről ő álmodozik. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mit tesz irányodba. Ez a főpap esküszik valamire. Ő is esküszik valamire, mégpedig arra, hogy azt, amiről ő álmodozik, ami az ő terve, a gondolata, ezt szeretné egy éven belül megvalósítani. Amire még hivatkozik ez a kártya, hogy megvan köztetek ez a vonzalom, és ő erre esküdni fog, és ebben hihetsz. Ez a kártya jelenthet vallási témákat, vagy egy spirituális területet, azt is jelentheti ez a kombináció, hogy ő kíván valamit, megvannak a tervei, és ezt rábízza a jó Istenre. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Azt is jelenti, hogy ez a kapcsolat köztetek megvan írva a csillagképekben. Tehát ez a találkozás nem volt véletlen. Amit még a csillagok, a csillagképek jelentenek, az az idő. A megfelelő időpontban, a megfelelő helyen lenni, és az hoz számotokra szerencsét. És itt megvan ez az isteni hatás, tehát van segítség felülről, és pontosan ez, amit ti megkaptok, erre utal a hold, ami azt is jelenti, hogy egy álom megvalósul, és az pontosan abban az időben,
ahogy ez megvan írva a sorsok könyvében. És most áttérek az asztrológia területére. Itt ezen a képen látható az indiai horoszkóp, és mutatja a mai napot április 23-át. Mi a különbség a mi asztrológiánk és az indiai asztrológia között? Mert van különbség. Ezt úgy képzelhetitek el, körülbelül 4000 évvel ezelőtt a tavasz pontja még a bika jegyében volt. És a bika jegyében található Aldebarán csillag. Ezért van az, hogy Aldebarán egy ilyen királyi csillag, mert uralkodott a tavaszi pont felett. 2000 évvel később, körülbelül Jézus születése táján áttért a tavaszi pont a kos jegyébe. Aztán eltelt megint egy kis idő, több mint 2000 év, és ez a tavaszi pont nem a kos jegyében van, hanem a halak jegyében. Úgy 2000 év múlva el fogja hagyni a halak jegyét, és áttér majd a vízöntő jegyében. És mivel ez a tavaszi pont elcsúszik, így elcsúsznak a csillagképek is, és emiatt van az, hogy az asztronómusok és az indiai asztrológusok másképp látják ezt, és másképp van ez kiszámítva, mert az indiai asztrológia az figyelembe veszi ezt az elcsúszást. Mivel én meg vagyok győződve arról, hogy ez egy precíz számítás, ezért elbúcsúztam a mi asztrológiánktól, és foglalkozom az indiai asztrológiával. És ez szerint tekintjük meg a csillagok állását a mai napon. Ott felül, bal oldalon a második kockában van a kos jegye. Ott található a nap, németül Sonne, tehát S-O, ott van Merkur bolygó és Uránusz bolygó, azon kívül Vénusz bolygó. Vénusz bolygó elérte Uránusz bolygót. Ők találkoznak. Természetesen a valóságban nem így van, hanem ezt úgy tudod elképzelni, ha ezt a Földről tekinted, akkor azok úgy egy vonalban vannak, olyan, minthogyha találkoznának. De kihat ránk, mert együtt hatnak. Vénusz bolygó az uralkodik a művészetek felett, a szerelem felett, és utal ránk, hölgyekre. Tehát a mai napon mi, hölgyek, Uránusz bolygó hatása alatt vagyunk. Ha én ezt így az orvos tudomány szerint mondanám, Uránusz bolygó uralkodik az idegrendszerek felett, vagy idegrendszeri betegségek felett, tehát ma fontos, hogy megtartsuk a nyugalmunkat. Ami még Uránusz bolygóra vonatkozik, ez egy meglepetés. Valami történik a mai napon, amire mi nem számítottunk. Azon kívül Uránusz bolygó utal változásokra is. Ha a mi személyiségünkről van szó, akkor Uránusz bolygó hatása alatt tükröződik valami. Ránk hölgyekre vonatkozik ez a kihatás, hogy érezzük azt, hogy mi különlegesek vagyunk. A holnapi napon, tehát április 24-én jön ehhez Merkur bolygó, és itt kommunikációról lesz szó.
Az lehet egy hír, valami, amire nem számítottunk, mert még mindig itt van ez az Uranusz hatás is. Április 27-én Merkur bolygó eléri azt a pontot a pályáján, ami közel van a naphoz. Így a nap besugározza, láthatóvá tesz valami, ami azt jelenti, kiderül az igazság. De ha vannak titkaitok, akkor ne beszéljetek erről, mert ez kiderül. Április 28-án Plutó megáll. Plutó az a bak jegyében van, itt a képen, bal oldalon, alulról tekintve a második kockában. Ott látható is PL, tehát Plutó. Plutó 28-án megáll, és utána visszafele mozog. Amikor így megáll, akkor úgy érezhető, minthogyha megállnának az események. Plutó hatása alatt érezzük a belső erőnket, erre is oda kellene figyelni, és inkább úgy lassítani az eseményeket. Az is lehet, hogy visszatér valaki a múltból, mert Plutó megváltoztatja az irányt, visszafele mozog, ami a múltra utal. Plutó hatása alatt lehetnek szexuális témák is, mert e felett a témák felett Plutó uralkodik. Április 30-án eléri a nap Uránusz bolygót, itt is lesznek változások, sokaknál egy költözködés, vagy valami kiderül, és ez által változnak az események. De most túl messzire mentem, visszatérek a mai napra, április 23-ára, és megtekintjük a hold mozgását, mert a hold az olyan, mint egy nagy mutató ebben a kozmikus órában, és kihat a napjainkra. Az indiai számítás szerint a hold az oroszlán jegyében található. Itt a képen MO, mert a hold németül mond, és látható alulról tekintve a második kockában jobb oldalon, ami az oroszlán jegyére utal. Az indiai asztrológiában vannak holdházak, ami mutatja a holdnak a napi mozgását. A mai napon a hold a Purva Palkuna holdházban található. Ez azt jelenti, hogy vannak külföldi kapcsolatok, lehet egy meglepetés, egy vendég külföldről, vagy egy meghívás. Ez a holdház azt is jelentheti, hogy itt lehetnek szerződések. Előfordulhat, hogy külföldi szerződésekről van szó. Amit még ez a holdház Purva Palguna jelent, utal a múltra, tehát itt vannak emlékek. Jelen pillanatban kell egy kis türelem, de hamarosan megvalósul az, amit tervezünk. A hold a mai napon kapcsolatban áll Merkur bolygóval, kapcsolatban áll Vénusz bolygóval és Uránusz bolygóval. Ez kihat a mai napra, kihat az érzelmeinkre. Mivel a hold az oroszlán jegyében, a tűz elemében van, és Merkur, Uránusz, Vénusz a kos jegyében szintén a tűz elemében van, itt van egy ilyen trigón kapcsolat, ami jó és szerencsét hoz. Érezhető a tűz eleme, a bátorság, a lelkesedés,
és a szenvedély. A Hold találkozik egy ilyen kapcsolatban Szaturnusz bolygóval a mai napon. Ezeket a kapcsolatokat úgy tudjátok elképzelni, mintha ez egy telefonbeszélgetés lenne. És miről beszél a Hold Szaturnusz bolygóval? Itt van egy úgynevezett quincunx aspektus. Ez bizonytalanságokat vált ki, ezt úgy szoktam példaként említeni, képzeld el, van előtted egy inga, és én megkérdezem azt, mondd meg, melyik irányba fordul ki, a válasz nem tudom, fogalmam sincs. Így érezhető. De milyen területen? Itt Szaturnusz hatás van. Ha valamit így formálni kellene az életben, vagy ha a sorsunkról van szó, és ilyen sorsdöntő kérdésekről, változásokról, itt a Hold hatása alatt, itt ezáltal a kapcsolat hatás alatt megijedünk ettől, és vannak ilyen gondolataink, nem tudom, fogalmam sincs, hogy döntsek most ebben a komoly helyzetben. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500 forint. Az előnye az, hogy megkapjátok a horoszkópot, és összetudjátok hasonlítani, melyik napon, melyik bolygó, hogy és hol hat rátok. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!